I've paid my dues time after time. Ti szavaztatok, mi pedig díjaztuk a 2012-es év sporthőseit. Újonnan alapított díjjal tisztelektünk mi és nézőink az év legjobb sportolói előtt. Azt vártuk, döntsétek el, ki volt 2012 legjobb férfi, legjobb női sportolója, az év csapata, a legemlékezetesebb meccse, valamint legnépszerűbb sportembere. Csatornánk legelhivatottabb nézői le se tagadhatnák, melyik sport a favoritjuk. A mi Oscar-díjunk 5 kategóriája közül ugyanis 4-ben a kézilabdázók nyertek. A legszorosabb küzdelem az év női sportolója címért zajlott. Görbic Anita és Tomori Zsuzsanna között ugyanis mindösszesen 5 szavazat döntött. Görbének a díjat a Győr Vác mérkőzésen adtuk át. Nagyon-nagyon örültem neki, meg amikor megtudtam, hogy a Tomori Zsuzsit előztem le 3-mal, akkor... De ti jóba vagytok, csak hát hogy, ne, persze, a versengés az megvan. Persze, természetesen nagyon-nagyon jóba vagyunk, meg tartjuk is a kapcsolatot. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és tényleg ezután szeretném megköszönni minden szavazónak, aki szavazott rám, mert tényleg ez is ad egy kis erőt és plusz motivációt, hogy érdemes még csinálni. Az év csapatának az FTC Rail Cargo Hungáriát választotta a többség, és ha már náluk jártunk, az előző kategóriáról épp, hogy lemaradt Tomori Zsuzsit is megkérdeztük. Görbe azért a görbe, tehát jó érzés, ha hozzáhasonlítanak, de azért, ha reálisak maradunk, azért számomra nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy olyan zseniális legyek, mint ő, úgyhogy szerintem is ő Magyarországon a legjobb kézilabdázó, úgyhogy abszolút nem szomorkodom, ha esetleg összehasonlítanak vele, arra csak büszke lehetek. Zsuzsit viszont kárpótolhatja, hogy így is duplázott, hiszen amellett, hogy csapata a kedvenc lett, a sportklub által közvetített mérkőzések közül is az FTC Dinamo Volgograd KEK elődöntőt választottátok a legemlékezetesebbnek. Azok a pillanatok, amelyek a KEK győzelemnél voltak, azok azt gondolom, hogy feledhetetlenek. Gondolom, hogy mindannyiótoknak, így nekem is, úgyhogy a másik díj is természetesen nektek jár, mert itt illettetek az év legjobb csapata is. Köszönjük szépen! Hát én igazából majd, hogy nem azt mondom, hogy nekem talán az edzőpályafutásom legnagyobb fél ideje volt, tehát ez az első fél ide, ez a 28-as, ami minden téren csodálatos volt, hangulatában, iromában, taktikai dolgaiban, tehát ez egy nagyon-nagyon jól sikerült mérkőzés volt, nagyon-nagyon boldogan és büszkén tekintünk arra vissza. Az a meccs az egy olyan volt, hogy mintha valami felszabadult volna a csapatba. Szóval az, hogy szinte ugye minden összejött, nagyon jól védekeztünk, iszonyatosan jól ment a lerohanásunk, a kapus teljesítményünk, úgy az egész együtt volt. Úgy készültünk, hogy egy csoda kell, hogy itthon azt megnyerjük, de úgy gondolom, hogy ott is csapatként tudtuk ezt megnyerni, amiben a legnagyobb erőnk van. Úgyhogy egy fenomenális érzés volt, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy akkora sikerült, és egy olyan eufóriát tudtunk megint varázsolni, hogy azzal a kis plusszal, amit tudtunk tovább jutni. Na gyerünk, Zsuzsa! És gól! Szabadobásból Tomori beállítja a végeredményt. A kézilabdázók arattak a sportklubban, hiszen az év férfi sportolójának is kézist, méghozzá az MKB Veszprém válogatott irányítóját, Császár Gábort választottátok, megelőzve ezzel az olimpiai bajnok Gyurta Dániel. A 2012-es év sportember az MKB Veszprém kézilabdaklub játékosa lett, Császár Gábor! Erre a díjra is nagyon sok jó sportoló volt jelölve, és ez megtisztelő, hogy én vihettem el. Azt gondolom, hogy máshol is megrendeznek ilyen szavazásokat, máshol mások nyernek. Én legszívesebben mindenkinek odaadnám, nyilván nagyon sokan megérdemlik, de hát nyilván most az öröm az meg az enyém.
A kézilabdázók sikerei után a legmeglepőbb eredményt a legnépszerűbb sportoló kategóriája hozta, ahol egy úszó, Jakabos Zsuzsanna nyert viszonylag nagy fölénnyel, és utasította maga mögé a második Szucsánszki Zitát és a harmadik Nagy Lászlót. Zsú jelenleg külföldön van, de amint hazatér, ő is megkapja a sportklub és a nézők díját. Ráadásként pedig Kovács Kokó István egy külön díjjal jutalmazta azt a 21 év alatti sportolót, aki a tavalyi teljesítményével ezt a legjobban megérdemelte. Kokó választottja a 16 éves golf magyar bajnok Rózsa Csilla lett. Wow. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm! Eredményekhez és további sok sikert! Köszönöm szépen! Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, akik a kerekegyházi Vargatonyán tölthetnek el egy wellness hétvégét, és pihenhetik ki az előző év fáradalmait.